Borgella Sándorral beszélgetünk a videóton csatárával, aki ma a Ferencváros ellen lépett pályára. Sikerült a győzelem, hogyan értékeled a mai találkozót? Ugye az elején sikerült megszereznünk a vezetést, az nagyon fontos volt, hát meg az is, hogy a Ferencvárosnak volt egy pár helyzet és kihagyták őket. Ugye szünetre mentünk, utána próbáltuk a hibákat megbeszélni, ugye hát nem volt sok idő ránk rá, de ugye a második fél időben azért jobb volt, ugye akkor is voltak helyzetei a Fradinak, de ugye ilyen mérkőzés volt, hogy nem tudták berúgni ezeket. Aztán utána jött a 11-es, az szerintem már eldőlt minden. Mennyire lehet fogni erre a nagy melegre a teljesítménynek a visszaesését a második fél időben? Azért a második fél időben szerintem jobban játszottunk, mint az elsővel, de ugye hát egyértelmű, hogy a meleg az mind a két csapatnak nem volt a legjobb. Mi jöttünk ki jobban belőle. Mi lehet a cél a bajnokság végén ezzel a kerettel? Egyértelmű, hogy ott szeretnénk lenni a első helyen, tehát arany éremért játszunk. Ez nagyon fontos volt ez a mai mérkőzés. Ugye a Fradi ott lesz szerintem a végelszámolásnál. Idegenbe elhoztunk 3 pontot, fontos volt. Köszönjük szépen, Sanyi!